Brutális módon meggyilkoltak egy idősasszony Csépán. 14 év után pont kerülhet az ügy végére. Jelenállás szerint elképzelhető, hogy a Csépán 2008. november 21-én a Békeúti házában brutális módon megölt 79 esztendős asszony rabló gyilkosai végre bűnhődni fognak. Hosszú évekig nyoma nem volt az elkövetőknek, míg nem két esztendővel ezelőtt felélesztették a döglött aktát, és a rendőrök elfogták a vélt tetteseket. A gyanúsítottakból vádlottak lettek. A szolnoki törvényszéken előkészítő ülést is tartottak a büntetőügyükben. Csináljuk meg, egyezett meg a vádirati tényállás szerint a 84 éves születésű elsőrendű, valamint a 81-ben született másodrendű vádlott abban, hogy épp 14 évvel ezelőtt kirabolják a csépai idősasszonyt. Mindkét vádlott a házban kutatni kezdett annak érdekében, hogy megtalálják a sértett elrejtett pénzét. Másodrendű vádlott a sértett szobájában, míg elsőrendű vádlott a kamrában, illetve az előszobában kutatott a pénz után. A pénzkeresések közben másodrendű vádlott, majd később elsőrendű vádlott is több ízben kisközepes erővel ököllel bántalmazta a sértetet, elsősorban annak arcát, fejét. Másodrendű vádlott 23 óra 30 perc körül időben a gépkocsival elment, hogy a községben szétnézze, nincsenek-e rendőrök a közelben. Néhány perc alatt szétnézett, majd a sértett házához közeli óvoda mellett ismét leparkolt és visszament a sértett házába. Elsőrendű vádlott a sértett füléből eközben kivett egy pár legalább 20 000 forint értékű arany karikakőbeg alatt, valamint a sértett párnája 1000 forintost és mindkettőt magához vette. Kutatás közben a szoba vitrines szekrényében 2 darab aranynak látszó gyűrűt talált, melyet ugyancsak eltulajdonított. Másodrendű vádlott, miután 5-10 perc elteltével visszatért, vádlottak folytatták a pénz utáni keresést. A sértett igyekezett hangosan segítséget kérni, ilyenkor a vádlottak befogták a száját, dulakodtak vele annak érdekében, hogy elhallgattassák. Kis idő múlva másodrendűvel ismét elhagyta a házat, hogy községben szétnézzen. A faluban lévő polgárőröknek, akik éjszaka a faluban járőröztek, feltűnt az óvoda mellett parkoló gépjármű. A bűnmegelőzés érdekében értesítették a rendőrséget és felhívták a figyelmüket az autóra. A rendőrök 0 óra 10 perckor az óvoda mellett lévő futballpálya előtt igazoltatták a gépjárműben lévő másodrendű vádlottat. Az igazoltatás során a ruházatot és a gépjárművet átvizsgálták, majd ezt követően másodrendű vádlott a gépjárművet Tiszasas irányába elhajtott. A polgárőrök Tiszasas községig követték, majd visszafordultak. Másodrendű vádlott is megfordult, és visszament a sértett házához. Társát sietetni kezdte, mert tartott a további rendőri ellenőrzéstől. Az egyszerű rablásnak indult történet vége végzetes dráma, a jogtalan haszonszerzésnek pedig a Jász-Nagykun Szolnok megyei főügyészség vádja szerint nyereségvágyból társtettesként elkövetett emberölés, kifosztás és egyéb bűncselekmények büntette lett. A 2008-as novemberi gyilkosság feltételezett elkövetői 2022. novemberében ültették a vádlottak padjára. Történt, hogy csépai házában megöltek egy 79 éves asszonyt 2008. november 21-én éjjel. A tettesek a portáján tartott értékeit akarták megszerezni. Az éjleple alatt betörtek hozzá, hosszasan vallatták, kegyetlenül kínozták, ököllel ütötték, folytogatták, de az idős nő ellenállt. Egy nyújtófával igyekezett bántalmazóit elkergetni, akik végül egy párnával megfojtották áldozatukat. Vádlottak megbeszélték, hogy a sértett az ő távozásukat követően segítségét kiabálhat, illetve a vádlottak után mehet. Másodrendű vádlott mindezek megakadályozása érdekében egy párnát tett a sértett fejére, azt ott tartotta, ezáltal a sértett légutait. A sértett már nem mozdult, a vádlottak ugyanazon az útvonalon elhagyták a helyszínt, és autóval öcsödre utaztak a járműben. Elsőrendű vádlott az eltulajdonított ékszereket átadta másodrendű vádlottnak, hogy azokat értékesítse. A bestiális támadók csupán néhány testi ékszert zsákmányoltak, melyek azóta sem kerültek elő, ám a házban jól elrejtett 3.200.000 forintnyi családi vagyonra nem leltek rá. A Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya a gyilkosság felfedezése után nyomozást indított. A rendőrök kihallgatták az 1600 lelket számláló falu szinte összes lakóját. Két évig nyomoztak az ügyben, majd felfüggesztették az eljárást.
A készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda munkatársai azonban 2020 tavaszán számos döglött aktát élesztettek fel. Egyike volt a 2008-as csépai gyilkosság. Az éber szakemberek a megfojtott nőnek a rendőrség raktárában pihentetett pulóverén beazonosítható DNS nyomokat találtak, amely elvezette őket egy öcsödi férfihez, az elsőrendű vádlotthoz, aki hosszas tagadás után megtört, beismert mindent, azt is, hogy nem egyedül követte el a bűncselekményt. Balázsné dr. Buskú Terézia, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész a 2022. november 8-ai előkészítő ülésen ismertette a vádat. Indítványozom, hogy a törvényszék elsőrendű vádlottal szemben a BPK 40 szakasz 1 és 42 szakasz 2 bekezdés második pontja alapján 14 év 6 hónap fegyházbüntetést, míg a másodrendű vádlottal szemben a BPK 40 szakasz 1 bekezdés és a 42 szakasz 2 bekezdés második pontja alapján 13 év 8 hónap fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetést szabjon ki, mind a két vádlottal szemben a BPK 53-55 szakasza alapján 10 évre tiltsa a közügyek gyakorlásától. Az elsőrendű vádlott a keddi ülésen bűnösnek mondta magát, ismét beismerte a tettét, illetve újabb vallomást ugyan nem tett, viszont elfogadta az ügyészi mértékes indítványt. A másodrendű vádlott azonban sírva tagadta az ellene felhozott vádakat, és ügyvédjével azonos tartalmú indítvánnyal a tárgyalásos, bizonyítási eljárást választotta. Dr. Nádor Zoltán bíró az elsőrendű vádlott tekintetében elnapolta a döntést, a másodrendű vádlott esetében pedig a bizonyítási eljárás lefolytatását terjesztette elő. A bizonyítási eljárás várhatóan jövő januárban kezdődik.